Karinthy Frigyes nagyon találóan fogalmazta meg iskolás évei lényegét Tanár úr kérem című könyvében. Üzenetét végzős diákunk, a 12. C-osztályos Turcsányi Zsófia tolmácsolja. Okuljatok, még semmi sem késő. Hát ide hallgass! Milyen marhaságot álmodtam! És most boldog vagyok, hogy csak álmodtam. Azt álmodtam, hogy én nem vagyok már 16 éves. Tudod, álmomban leérettségiztem. Képzeld! Szóval leérettségiztem, és kiléptem az élet iskolájába, amiről Lenkei tanár úr szokott beszélni. Bizony nem is tudom, hányadik osztályába jártam az élet iskolájának, de nagyon sok osztály volt, és úgy volt, hogy én már 27 éves vagyok, és ültem egy kávéházban, és nem jól éreztem magam. Képzeld! Pedig mostanában hogy szerettem volna 27 éves lenni. Szóval ültem a kávéházban, és úgy volt, hogy tényleg egy író lettem, ami lenni akartam, és már sok könyvben megjelent, és személyesen ismertem Bródi Sándort, és elfogulatlanul beszélgettem Molnár Ferenccel, és autogramot kértek tőlem, és képzeld, mégse éreztem jól magam. Nem furcsa. Szóval kiderült, hogy érettségi után nem olyan jó lesz, mint hittem. Amint ott ültem a kávéházban, egyszerre eltűnődtem álmomban, és azt gondoltam, hogy ez mégiscsak lehetetlen, hogy én már 27 éves vagyok, és minden így megy, és egyszerre eszembe jutott az osztály. És hogy én tulajdonképpen a hatodikba járok, és nekem még sok dolgom van. Meg kell csinálni a mértani rajzot, át kell néznem a történelmet, és közben gondolni kell a jövőre, ami nagyszerű és csodálatos lesz, hiszen még csak 16 éves vagyok. Szóval jól átgondoltam mindent, és világosan rájöttem, hogy én most nyilván csak álmodom, és méghozzá nem valami szép és dicsőséges álmod, hanem egy kellemetlen és tökéletlen álmot. És hogy a legokosabb, amit tehetek, ha erőlködöm, és felébredek, és átnézem a mértant, és bejövök az osztályba. Erősen elhatároztam, hogy most felébredek, és egészen más szemmel nézem majd azt az igazi életemet a középiskolában. Nem látom olyan keservesnek, és fárasztónak, és nyomasztónak, hanem figyelni fogom benne mindazt, ami benne kedély, és humor, és emlék, és szép fiatalság, amit innen, ebből a távolságból olyan tisztán látok már. Megnézek mindent jobban, mint eddig, és nektek, édes barátaim, kedves középiskolai tanulók, újra megmutatom, és figyelmeztetlek benneteket, hogy mennyi szín és furcsaság és élet mindez, és mennyi emlék, és mennyi remény.